Ödön a gyilkos káoszos gépezet kihívja Subi a Space Wolf mestert. Szóval két hákunk van. Az egyik egy Daemon Prince of Korn. Daemon Fearless Veterans of Longwar, Daemon of Korn, amivel Furious Charge-ot kap, Power Armor szárnyai vannak, és a Black Mace nevű fegyvere van. A másik hákú Karn the Betrayer, neki Blessing of the Blood God van, Fearless, Furious Charge, Mark of Korn, Veterans of Longwar, és ő is a unitja a Hatred-del rendelkezik, és a Blessing of the Blood God-dal a 2 pluszra ignorálják a varázslatokat. A két troop, az egyik az 5 reguláris Chaos Space Marine, akiken nincs semmi, csak Close Combat Weapon, Bolt Pistol, Bolt Gun. Ők jönnek egy Rhino-val, amin nincs semmi. A másik troop az a troop, aki a Karnnal jön. Ők 9 Korn Berserker, akiknél van 3 plazma pisztolyos. Itt a harmadik az a Korn Berserker Champion, neki van Lightning Claw-ja. Nekik van Furious Charge, Fleet és Rage és Counter Attack. Ők jönnek egy Dread Claw-ba, ami a Chaos Droppod. Akkor az Elite szekcióban van 3 Terminator, kombimelt a Power Fist, kombimelt a Lightning Claw, és a Champion is kombimelt a Lightning Claw, neki van Gift of Mutation. A másik Elite az a Hellbrute, akinek van egy Multimeltája és egy Thunderhammerje. Jó, és a Heavy Support az pedig egy Forge Fiend, akinek van 3 Ectoplasma kanonja. Space Wolfokkal jövök. Két troopot bemutatom, 15 fős Blood Claw banda, nincs meg semmi extra. Bolt Pistol, Close Combat Weapon. Van náluk egy Wolf Priest, akinek Crocious Arcanum van, Saga of the Beast Slayer, Wolf Tooth Necklace, Wolf Amulet, ami 4 pluszos invitad, Wolf Tooth Necklace 3 pluszra támadja a Close Combatot mindig, 3 pluszra two hiteri, Saga of the Beast Slayer meg újra dobja a Walker Monster Skitcher és Toughness 5-osok ellen a two hitet. Fearless-tad az egész bandának, gyalog jönnek. A másik troopom egy 5 fős Grey Hunter Squad, semmi extra, Bolt Gun, Bolt Pistol, Close Combat Weapon, és van náluk egy Rune Priest, két varázslat van, a Jaws of the World Wolf, aminek hatására megnyílik a föld és elnyeri a nagy szörnyeket. Másrészt a Tempest Wrath, ami az összes skimmert Deep Strike-ban érkezőt 24 incses körzetébe Dangerous Terrain tesztre obligálja. Psyker Mastery Level 1, van egy Runic Staffja, amit plusz 2 strength-et ad, és Concussive, és Force Weapon. Ja, és azt nem tudod, hogy a Wolf Priest démonok ellen mindig plusz 2-re two hit-el. 2 pluszra? 2 pluszra two hit-el. De jó. Ez a banda egy Razorback-ben ül, itt van egy 4 fős Longfang banda Last Cannon-okkal, és van egy Squad Leader mellettük. Ők is gyalog jönnek, a Land Raider Redeemer, két Flamestorm kanon, egy Assault kanon, nem kell bemutatnom. Van egy 10 fős Wolfguard banda, ebből 8-an sima Power Armorban vannak, 2-en Terminator Armorban. Ennek a 6-nak plazma pisztolya van, ennek a 2-nek pedig Stormbolter-e. 3 Thunderwolf keveri, 3 plazma pisztolya. Ő egy Korn Terminator Lord, aki sokszor részt vett az én csatáimban, és volt egy olyan csata, ahol rohadék Grey Knight-okkal csatázott, és ő annyira kemény volt, hogy már az egész squadja meg elpusztult, de ő még a táblán rohangált mindenfelé, és minden close combatba részt vett, egymás után 3-ban, és mindegyikben nyertesen jött ki. És hogy hívják ezt az embert? Nincs neve. Neve sincs, az anyja se adott neki. Ő egy Stevron Redbeard, egy Wolf Priest, egy vallási vezető, aki a gyengéket, a fiatal blatkókat vezeti a csatában. Még soha nem látott csatateret. Csak a kiképzésben tanulta meg, hogy kell csinálni. De bizonyítani fog. Az a mai játéknak a története, hogy ez a terepasztal, ez a Fenrisnek az egyik holdja, egy Space Wolf temetkezési terület. És a káosz szemet vetett erre a területre, és meg akarják az ősi Space Wolf farkas szellemét idézni, akit úgy hívnak, hogy Chris. Meg akarják ezt idézni, hogy káoszosítsák, kázi effektíve átkonvertálják káoszra, de ezt a Space Wolf nem hagyhatja, úgyhogy a mai játék Total Annihilation-en fog alapulni. Kidobjuk a felállást, attól függetlenül, de a játék végén derül ki, hogy ki nyert, hogy a káosznak sikerül-e megidézni a Chris-t és átkonvertálni, vagy a Space Wolf megelőzi ezt a dolgot. Ő itt Chris. Chrisnek a mauzoleuma. 3-1. Én kezdek. Szóval akarsz kezdeni? Akarok. Melyik oldalt válszod? Ezt. Jó.
Dobok még csak mutation. Ez még jó. Első kör moving phase. Space Wolf-a kezdenek. Előre törnek. Rájöttek, hogy nem tudnak 12-t mozogni, hanem 6-ot. Rég játszottam. A Land Raider nem szart be a havokok misszellancsereitől. Miért szarna? Ez az. Oké, ő valószínűleg marad. Igen. A shooting phase-be ranoltak a Bloodcloak. A Land Raider meglövi a havokokat a Assault kanonnal. És rending, csak mondom. Egy havok ki lett lőve a Twinling Assault kanonnal. Cavalry. 4 ballistic skill, 3 plusz. A lövik plazma pisztolya. 1-es. Yeah! Get hot. Tehát lövi a Twinling Glass Cannon a Forge Windet. Nem a Forge Windet. Jó. Nem. A Reno-t lövi. 3 plusz. Még jó, hogy Twinling. El vagyok átkozó. Bejön a dropod. El akar jönni a Red Claw. Scatter. Hát ez lemegy a pályátetlen. Mozgott, nem mozgott. Négy misszalancsőr. Azokra buzikra. Nem buzik. Misszalancsőr, a kis blast S4 AP 6, és a heavy 1 az S8 AP 3. Úgyhogy akkor lövöm a heavy 1-es, tehát 4 darab heavy 1 lövés, innen ide. Aha. 3 plusz. 3 van meg. S8, 2 plusz. 3 van meg. A full cover save. A Hellbrut lő a ultimátával a Land Raiderre, de nincs 12 incsen belül, úgyhogy nem kap armor bane-t. Jó. 3 plusz. Megvan. S8. 6 taglánc. Tehát be... Akkor 1. Ezt a szemetet. Egy hull point. Akkor lő a Reno Twinning Boltere ezekre. Uh-huh. 12 incset megnézem. Nincs meg, úgyhogy egyet lő. 3 plusz. Megvan S4, toughness 3. 4. Ők nem a kisfiúk? Attól még toughness 4. Csak weapon skill 3 vagy ballistic skill? 4 plusz. Megvan. Miért vagyunk genyom? AP 5. Úgyhogy álmos ér. Jó. Hát én nem tudom, mi van ma velem, de te csak 6-osokat dobsz, én meg csak 1-eseket vagy 2-eseket. Azért még várjuk ki. Úgy néz ki, a Warhammer világában csak is az egyensúlytalansága az, ami meg bír lenni. Sosincs az, hogy egyaránt két játékos ugyanannyira jól játszik és ugyanolyan jókat dob. Mind az 5 tud lőni 2-t, mert megvan a 12 incs. A legtávolabbi is megvan 12 incse. Uh-huh. Úgyhogy 10 lövés. És ez milyen fegyver? Boldgán. 3 plusz. Első lövés. Ez lehet, hogy ő lesz. Mennyit kell levonni? 3-at. Plusz 7. Hát ez ő. Hmm. Ez Szomi. Hmm. Na, mit kell akkor? S8. Ez a kör legizgalmasabb pillanata számomra. Aj, te genya, csak akkor dob kicsit, amikor saját maga ellen. Ugyanide. Ó, minden. Telold. S8. 2 plusz. 2 darab AP 2. Minusz 3, az 2. Benne van még, gondolom. 2 plusz. Igen, az még egy wound. Nincs meg! Aaaaaah! Dazd már be! Lement az első kör, az történt, Subi kezdett, azaz én, előre törtem mindenkivel, előre ment a Land Raider Redeemer, előre mentek a Bloodcloak velük a HQ-val, ő maradt itt a Wolf Priest-tel, vagy bocsánat, Rune Priest-tel, mert hogy terveik vannak, a laszkanonosok is maradtak, és a Thunderwolf keverre is előre tört. Mindössze annyit sikerült kieszközölnöm, hogy ebből a bandából két egységet lelőttem. Két havokot lelőttem ödöntől. Lement a kör.
Ödön nyomult előre, innen kezdett ugye. Előre jöttem a Hellbruttal, a Forgefiend-del, a Rhino-val benne az 5 Space Marine-nal. Igen. Nem mozogtam, csak pivotoltam a Rhino-val, ezek kiszálltak és lőttek azokra. Ne feledkezzünk meg, hogy bejött. Igen. Ez is. Ja, előtte bejött a... De ő még lebeg a levegőben, vagy nem tudom. Nem, ő már leérkezett, de következő körben nyílhat ki, úgyhogy mozog majd 36 incset. Igen, megdarálta a bandát, tőlük lelőtt kettőt, sikerült leadership tesztet, ők darálták, lelőtték őket. A Hellbrut lelőtt egy HP-t a Land Raiderről. Pontosan. És a Molar Fiend, ami már is Forge Fiend. Lelőtt egy Thunderwolf keverit, és tulajdonképpen ennyi. Ebből a bandából is elfogyott ez egy darab. Ennyi az első. Jó, leálltak! Hogy megy? Difficult Terrain 2D6 és a nagyobb. Mert ők fognak. 6! A szabálykönyv is itt van egyébként rajta? Igen. Itt abban a mappában az a ilyen PDF-ként. Hatot mozognak difficult terénben. Mert ennyire királyok. Ott a parkas mellettük, akit védenek. Chris. Aki démon lesz. Nem lesz. De? Nem. Hogy állsz a démonnal? Démonnak lévéssel. Démon léttel. De hogy tetszik! Lehet a keringés, tűz a hiben a kamrában. Egy túlélte. Legendás esemény történt. A 15 fős Blood Claw banda felment ide a hegyre. És a HQ kitalálta, hogy megrohamozza ezt az egy szerencsétlent. És jöttek le a hegyről, és minden bolt pisztollal, ami csak van, darálták ezt a szerencsét. Mi ez? Egy sima Chaos Space Man, és egyszerűen nem tudták eltalálni, de a végére csak sikerült. De most képzeljék el, hogy így, és így jönnek így le, és így nem tudják így eltalálni. De aztán meg lett halva. Ödön lejött a Blood Claw-jával, kiszálltak belőle a Khan Berserkerek, nevezetesen egy. Dread Claw-val és a Khan Berserkerek. Még mit mondtam? Khan Berserkerek és Blood Claw. Blood Claw-val, igen, és megrohamoztak. Nem volt túl sikeres az Overwatch, de lényeg az, hogy Stevron Redbeard és Khan the Berserker Khan the Betrayer challenge-elnek, de először a normálisat nyomjuk őket, jó? Akkor egyszerre támadunk. Én 3x14-et támadok. Jó, weapon skill-em 5 7 9 Hányos a weapon skill-em? 4 pluszra dobok. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, ami már is 6. Hú, mennyi egyes, ezeket újra dobom. 4 plusz, nem ér. 4 plusz. 7, 8, 9. A ödönféle Khan the Betrayer Berserkerek kijöttek ebből a genyóból, és minek után ez nem Blood Claw, hanem Dread Claw. Tudtak asszaultolni, felmentek a farkashoz. Igen. És megasszaultolták a Blood Claw bandámat, amiből meg is ölték szegény Stevron Redbeardet. Nem ők, azért az, tehát egy challenge volt. Igen, volt egy challenge, a Khan the Betrayer kihívta a Redbeardet, de elég hamar le is rendezték, mindjárt az első ütéssel meghalt. Megdobta a Chaos Buntébült, és átalakult egy... Spawn-á. Tehát meghalt. Meghalt. Hát ez engem nem elégít ki annyira, de mindegy, lényeg az, ők nyerték a challenge-et, de ugye a Deja No Fear-nek köszönhetően az én kis festetlen Blood Claw-im három főben megmaradtak és tart tovább a küzdelem. Ödön a harmadik kör második felében leszáll a Demon Prince-el oda. Hát itt leszállt le, de ide ugrik egyből a Demon Prince. Oda szállt le és oda ugrik. Jó. Jó. A Khan the Betrayer, aki átváltozott egy spawnnál, a difficult terrainben, mivel beast, ezért 3D6-tal runol, és hogy kell? És leveszi a legkisebbet, ugye? Vagy legnagyobb? Hát a run... Beastnek nem kell dobni a difficult terrain tesztet, mert beast, ezért no effect. Igen? Ödön kellő vehemenciával takarítja le az egységeimet a pályáról. Maradék egy Thunderwolf cavalry-met kinyírta ezzel a kis spawnnal, meg a Molar Fiend-dal, ami már is Forge Fiend. És most egy nagyon kemény asszalt van készülőben, mint mindenki láthatja. Önnek a Demon Prince-e nem szalad el a hatásomra a Rune Priest hatalmától. Úgyhogy szembenéz a sorsával. Egyébként a wolfguardjaim elég rosszul állnak,
mert már nincsenek. És a híres Rumprist Fjordn Blomkamp úgy döntött, hogy kiszáll bandájával a Razorbackből. És ennek hatására a világ túlsó oldalán a pillangó effektusnak köszönhetően a droppod ajtaja lenyílt. Jaws of the World Wolf a Demon Prince ellen. Dobd, csak hatosabb, cseszed el. Egyes. Megúsztad. Nem lehet, hogy az egyessel cseszed el? Nem. Mindegy. Idestova a negyedik órája játszunk, és kicsit megritkult a társaság, illetve hát a Space Wolf társaság. Most ez a Hellbrute éppen a Land Raider készül el intézni, de nem fog neki menni. De a Demon Prince is jön. Demon Prince is jön, nem baj. Vállalom. Jó. Armor Bane 8 plusz 4, 12, lófasz. Az nem lő, ez nem lő, aszault. 9-nek kell meglennie, de difficult terén, úgyhogy 3D6 legnagyobbat levesz. Nincs meg. De azért overwatch-olhatsz rá. Fogok is. Oké. Okay. Hatossal van meg. Megvan! 2 plusz. Persze! Demon Prince-nek annyi. Assault kanonnal a Land Raider legyakta. És most boldog. Mindezt annak jó voltából, hogy én mondtam, hogy játszunk tovább. Nem, azt mondtad, hogy mi van, félsz ide játszani? Én megmondtam, hogy nem félek, hát akkor játszunk. És azért, már nem kapcsolod ki. Mondjuk. És azért, mert nem hagytad, hogy újra dobjam, hogy elfelejtettem, hogy lehet smash-elni, ezért nem tudtam meg. Azért, mert hogyha már letöltünk egy izét, egy klombat, vagy close combat subface-t, akkor már nem tájuk ki, hogy utána. Te, igen, totálisan le volt tolva, kész. Igen, persze. Na. Már dobtad a two wound-ot, de rájöttél, hogy nem tud megsebezni. Ha! Játéknak vége, az ötödik kör lement. Hát, hogy tudnánk konstatálni ezt a mai játékot? Viszonylag balanszírozott volt, ugye? Tőle is halt meg egység, tőlem is mondhatjuk azt, hogy a Fenris holdjának temetkezési helye megmenekült. Nem. Mert végül is egy Land Raider, bár immobilized, de kitartóan. Nem menekült meg, mert én nyertem. Nem te nyertél. De. Nem, ez úgy az, nem beszéltük meg, de hát ez az. A Ferris holdjának temetkezési helye megmenekült, így, tehát ez mondjuk volt egy ultramarin, de mindegy, tehát hogy így a Land Raider ez kifejezi a felsőbbrendűségét, így védi azért a Chrisnek a mauzóleumát. Köszönöm adon a játékot. Nagyon élvezetes játék volt, és játszunk majd még sok ilyet. Ne lepődj meg majd, ha visszalátod démonként ezt a farkast. Nem lesz ez itt. De mert ők meg így különül nézik ezt. Nem, tehát ők már elvesztették a vezetőséget, ők már szétszélednek, így ilyen halnak, mert ilyen eszetlen káoszosok. Szeretném, ha mindenki konstatálná, aki játszik vala is Warhammerrel, hogy ez nem a szórakozásról szól. Ez presztízs kérdés. Igen. Azonosulni kell a figuráiddal, igen. És sértésnek kell venni, amikor kilövik őket. Ennyi. Második kör Space Wolf-ok részéről lement a mozgás. A Preferred Enemy az a izénél is van? To hit to wound. To hit to wound, nem? Jó. De úgy értem, hogy a lövésnél is? Igen. És az to hitnél és to woundnál plusz egyet? Az egyest újra dobom. Nem csúsz egyest, jó. Ugye nem kamerázol folyamatosan. Jó, Force Fiendnek Penetration Hit. Oké, okay, Weapon Destroy. Azért nem kell letörni. Éles vagyok? Tök jó vagy. Halvány leszek, bazdmeg, széttöröm. Jó, oké, okay. Mondjad.